2008 óta létezik a Magyar Dal napja, amelyet most először városunkban is megrendeztek. Nem csak fővárosi fellépők mutatták meg magukat ez alkalomból, hanem helyi együttesek is szórakoztatták a közönséget. Széles volt a zenei skála, hiszen a rocktól a népzenéig minden, ami magyar, felkerült a rendezvény színpadára. A Magyar Dal napja fogalmába sok minden belefér, sok minden hozzátartozik, beletartozik, hiszen itt ezen a napon, ezen a hétvégén mindenki megtalálhatja azt a zenét, azt a fajta muzsikát, éneket, ami számára a magyar dalt jelenti, mint a populáris műfajban, mint pedig amit mi képviselünk a népzenében. Hiszen a hot jazz bandtől a rock zenekarokig, a népzenével bezárólag sok-sok szín található ezen a hétvégén. És örülünk, hogy mi is egy picikét az számunkra az igazi magyar dalt, a népzenét, a népdalokat képviselhetjük. Ennek ellenére, hogy mi ezt a műfajt tartjuk a leginkább magunkénak, nagyon szívesen meghallgattuk a többi műfaj képviselőit, és nagy örömmel veszünk részt ezen a hétvégén. Kell a sajátunkat, a saját dalainkat, a saját kultúránkat, a saját zenénket előtérbe helyezni a külföldi zenével, a külföldi muzsikával szemben. Azt igyekszünk megmutatni, amit tudunk. Mi népzenével foglalkozunk a Kendelke Művészeti Iskola keretében, tehát itt egy gyermekeknek szóló táncháznak voltunk tanúi az elmúlt egy órában, most pedig hát készülünk arra, hogy megmutassuk azt a repertoárt, amit az elmúlt hónapokban, illetve lassan mondhatom, hogy években összeállítottunk. Arra igyekeztünk a hangsúlyt tenni, hogy sokszínűek legyünk a lehetőségeken belül. Tehát meg fog itten szólalni moldvai zene, furujával, kobozzal, dobbal, de meg fog szólalni Dél-Magyarországról, a Csevergőjének együttesnek a közreműködésével, citerát fogunk hallani, gyimesi csángoknak a zenéjét hegedűvel és hegedűgardonnal, úgyhogy remélhetőleg sokszínű lesz a felhozatalunk. A magyar dalt ápolni kell. Hadd idézem Kallós Zoltánt, addig vagyunk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk. A magyar zene, dal fontos, hogy része legyen az életünknek, hiszen azon túlmenően, hogy jó és szórakoztató, identitástudatunkat is fejleszti, alakítja.